A Donkanyarban és a budapesti kitörésben hősi halált halt magyar honvédekre emlékeztek január 25-én a Bocskai rendezvényközpontban. A Jobbik Hajdúszoboszlói alapszervezete által szervezett rendezvényen Ispán Zoltán nyugalmazott százados beszélt a szörnyű eseményekről. Elszálltak a könyörtelen hosszú évek, vele együtt mentek el az utolsó remények. Sokat emlegetett, átkozott Donkanyar, hol örök álmát tanult a sok ifjú magyar. Domboldalán, vagy folyó mentén, vadvirágok nyiladoznak a kopjafa tövén. Magyar baka fekszik lent a hideg földben, üzenetet is csak a szél hújt iderekbe. Sok ifjú gyermek és családos apa, ki a szeretteit soha többé nem láthatja. Mégis várja ő gyermek és feleség, kik csak félig érezték a család mellett. Antóni Sándor a Donkanyarnál című versét Kovács Zsolt Ákos szavalta el, ezután Ispán Zoltán hadtörténeti előadása következett. A nyugalmazott százados arról beszélt, hogy mi okozta a doni katasztrófát. Ehhez hozzájárult az, hogy ezek a legénység, akiket ők besoroltak, nem volt megfelelő kiképzésük se. A tüzérség számtalan esetben, amiről nem írnak, saját csapatok közé jött. Sok-sok áldozat volt. A tisztipar. Úgy válogatták meg a tisztipart, kérem, akiket kiküldtek, hogy Szászlai parancsnoktól fölfele voltak csak ludovikás tisztek, hivatásos tisztek, a többiek tartalékos tisztek voltak, tanárok, ügyvédek, stb. Akinek nem volt harctéri tapasztalata semmiségó formán. Semmi tapasztalat nem volt. Hát, ilyen szervezés mellett és ilyen haditechnika mellett nem lehet háborút viselni. És van egy nagyon érdekes dolog. Ettől függetlenül azt lehet mondani, le a kalappal ezekkel, és örök dicsőség ezeknek a katonáknak, akik ott harcoltak. Mert ezek tényleg megtettek mindent. Mindent. A németek például utána mondták azt, hogy hát ezek olyan voltak, mint az oroszlánok. Tűzön vizen át mentek. 120 ezer ember, ugye, ami ott maradt. Nem kevés. Én sokat gondolkoztam azon, és sok mindent átolvastam, áttanulmányoztam. Annak idején az Rényi Miklós Katonai Akadémián is nagyon sokat beszélgettünk erről a dologról. És valahogy mindig csak az eseményeket mondották azt, hogy tulajdonképpen mik zajlottak le a hadművelet során. De arról nem, hogy tulajdonképpen olyan fegyverek voltak, amire csak madárra lehet vadászni. Komoly harckocsik, rohamlövegek ellen, komoly páncéltörőket át nem lehet. Ispán Zoltán a budapesti kitörésről is beszélt, amelynek, ahogy fogalmazott, az édesapja is szenvedő alanya volt. Ő neki hál' Istennek sikerült, hogy úgy mondjam, kijönni Budapestről. Ugye Malinovszky Marsan, azt kérem szépen, keletről támadta, mint olyan Budapestet. Ő neki a mai, ha a Dunát vonalát vesszük mondjuk, akkor körülbelül a mai és Dunaújmárostól föl Esztergom vonaláig volt a hadműveleti területe. Ebbe volt benne a IV. Román hadsereg, amely úgy az északi rész, tehát Budapest északi részénél a mai Dunakeszi Vác környékén. Tehát ez a rész volt a román rész. 1944. december 20-a, 22-ére zárult be a gyűrű. Ebben a gyűrűben 93 ezer katona volt. Ennek, hogy úgy mondjam, ebből 28 ezer volt a magyar, a többi német volt. A harc igazából, a bekerített harc karácsonykor kezdődött. Ezen a szent napon, amely tartott február 13-án.
Az édesapám, aki ott volt, úgy képzeljék, én csak erről beszélek most hirtelen, a zászlajból már összesen csak 9-en maradtak, 9-en. Ő géppuskás századnak volt szolgálatvezetője, amikor már olyan helyzet volt, hogy jóformán alig lehetett egyik helyről, egyik épületből a másikba menni. A géppuska utolsó rakaszából kivették a lőszert, egymás közt szétosztották, hogy mindenkinek legyen önvédelemre. A géppuskát fölrobbantották, és volt köztük isteni szerencsére egy pomázi honvéd gyerek, aki azt kérdezte, mert hát most kérdezik el egy egyszerű kis honvéd katonát. És 9-en vannak. Volt egy hadnagy, egy zászlós, édesapám, aki a törzsőrmester volt, egy szakaszvezető és a többi honvéd gyerek. Csak az édesapámnak sukta, azt mondta, ő megmenti a szondja, szóljunk a hadnagynak, hogy akar-e ő is kijönni. És akkor ez az ember, ez a pomázi kis, egyszerű kis katona, 7 vagy 8 napon keresztül, úttalan utakon, pincéken keresztül, kőbányán vezette át ezt a 9 embert. Így menekült meg az én édesapám is. Na most a kitöréssel kapcsolatban meg kell jegyezni. Ez csak egy kis csoport volt, de ilyen csoport volt több is. A kitörés 3 irányba ment. A János hegy felen, az Ördögárok felen és Piris Csaba felen. Hát, ahol leginkább kijutottak, az a Piris Csaba volt, és a másik, az Ördögárok, nem ott senki nem jutott át, a János hegy felé jutottak át. A János hegy felé kijutottak 860-an, Piris Csaba felé kijutottak összesen 80-an. Ennyi ember maradt meg, kérem szépen, a 43 ezer emberből. A többi elveszett. A megemlékezés után Jónás Kálmán önkormányzati képviselő helyezett el koszorút a II. Világháborús emlékműnél.